Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai témánk a tenisz. Sávolt Attila az egyik vendégünk, a Magyar Tenisz Szövetség szakmai igazgatója, és Nagy Zoltán a másik vendégünk, a DK válogatott szövetségi kapitánya, Fucsovics Márton egyik edzője. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, hogy egy kicsit átbeszéljük ezeket a változásokat, ugye újdonsült Davis Kupa kapitánnyal találkozunk most. Milyen lesz ez a következő időszak? Ugye, ha jól tudom, akkor az ausztrálok elleni mérkőzésre kért fél téged a szövetség. Így van, erre az egy mérkőzésre van egyelőre a megállapodásunk. Nehéz lesz, egy versenyidőszak kellős közepén vagyunk most már. Minden játékos az előre eltervezett programjában halad és készül, és gyakorlatilag az ausztrálok elleni mérkőzés ide van március elején betéve. Mint ahogy Marcinak, az összes többi játékosnak is menni kell. Ez lesz a következő megmérettetés majd, ami válogatott szinten lesz. Ugye az nem könnyíti meg a dolgodat, hogy Balázs Attilát a napokban megműtötték, és feltehetőleg ő nem fog tudni rendelkezésre állni? Nem, ő biztos, hogy nem fog tudni. Úgyhogy Fucsovics Márton lesz az egyes számú játékos, és a többi pedig a Nemzeti Edzés Központban edzők közül kerül ki majd valószínűleg. Fiatal játékosok, ők is kopogtatnák néha a nagyok ajtaján, az elitmezőny ajtaján, úgyhogy remélhetőleg tisztességesen helyt fognak majd állni ők is. Attila, sok változás történt azóta, amióta te vagy a sportszakmai igazgató, és most az utóbbi napokban ugye azzal volt tele a sajtó, hogy Köves Gábor volt a korábbi DK kapitány, és hogy lejárt a szerződése, és nem újított vele a szövetség szerződést, hanem Nagy Zoltán lett a következő DK kapitány erre az egy alkalomra. Igazából te beszéltél arról, hogy mik voltak ennek az okai, de megkérnélek, hogy mondd el nekünk is. Jó. Én úgy gondolom, hogy a Davis Kupa kapitányi pozíció azért az a világ minden táján. Kapitányok 2-3-4 évente váltják egymást, ez azért legtöbb helyen egy tiszteletbeli pozíció. Ugye Gábornak lejárt tavaly évvégén a szerződése, és a Magyar Tenisz Szövetség úgy gondolta, hogy szeretne másnak is lehetőséget biztosítani. Azt gondolom, hogy körülbelül 5-6 olyan ember van Magyarországon, aki Davis Kupa kapitány általában játékos múlt, Davis Kupa múlt, edzői múlt alapján kerülnek ebbe a pozícióba az emberek. És azt gondolom, hogy Magyarországon 5-6 olyan ember van, aki szóba jöhet ezek alapján, a kritériumok alapján, hogy alkalmas lehet erre a megtisztelő feladatra, és azt gondolom, hogy a jövőben ez az 5-6 ember számíthat arra, hogy egész nyugodtan Davis Kupa kapitány lehet a jövőben. Az nem jelent összeférhetetlenséget, hogy a legjobb játékos edzőjéről van most szó, vagy inkább segíti a munkát? Nyilván sok kritériumon gondolkoztunk, ugye a szövetségnek azért az alap elképzelése hosszú távon, szerintem ezt másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy olyan kapitányt szeretne, aki a hétköznapi munkában is foglalkozik a játékosok, vagy legalábbis ott van aktívan és részt vesz a versenyzők hétköznapi munkájában. Nyilván ez is lehet egy szempont, hogy ne legyen játékosnak az edzője, de azért nem könnyű minden kritériumnak megfelelni. Ilyenre van példa a nemzetközi teniszéletben is. A szlovákoknál például Tóth Tibor a kapitány, aki Gombos Norbertnek az edzője, a finneknél Nieminen a kapitány, aki Ruusuvuorinak az edzője, a kanadaiaknál Dancsevics a kapitány, aki Pospisilnek az edzője, de elég, ha csak arra gondolunk, hogy a svájciaknál ugye 20 éven keresztül még a mai napig is Severin Lüthi a Davis Kupa kapitány, aki. Tehát azt gondolom, hogy természetesen így is lehet gondolkozni, de azért az is egy nagyon fontos szempont, azt ne felejtsük el, hogy mégiscsak Fucsovics Marci volt az elmúlt 4-5 évnek a meghatározó húzóembere, és bármennyire is jönnek föl, hála Istennek a fiatalok, még ez jó pár évig így lesz, és nekünk fontos az, hogy Marci játszon, és úgy gondoltuk, hogy nyilván, hogyha Zoli a kapitány, és most erről az ausztrál mérkőzésről beszélünk, akkor van a legnagyobb esély arra, hogy Marci is ott legyen a csapatban. Azért ezt ne felejtsük el, hogy óriási áldozatot hoz Marci, vagy hoznak avval, hogy ebben a nagyon-nagyon szerencsétlen egyéni versenynaptárba bevállalják Ausztráliát. Ezt nem mindenki fogja megtenni. Nézzük meg, hogy hány ország sztárjátékosa fog majd távol maradni ettől a márciusi fordulótól, vagy esetleg csak nézzük meg azt, hogy novemberben milyen sokan nem játszottak. Jól gondolom én, hogy ez az egyik csúcsa lehet az edzői szakmának ebben a sportágban. Igen, hatalmas megtiszteltetés nyilván, hogy erre a pozícióra Attila javasolt. Természetesen én is Jancsó Miklós edző kollégámmal és Marcival is egyeztettem egyáltalán arról, hogy a jelöltséget elfogadja, mert ők teljes messzélességgel mellettem álltak.
Igen, remélem, hogy minden szakmai tudásommal tudom segíteni majd a csapatnak a sikerét. Miros Zsombor szintet lépett a tavalyi évben, ez talán azért segíti majd a munkádat, hiszen azt nyilatkoztat, hogy szerinted nem lehetetlen az ausztrálokat legyőzni. Nagyon erős ellenféllel nézünk szembe, ha csak objektívan a világranglistát nézzük, akkor azt látjuk, hogy az első 100-ban 5-6 ausztrál játékos szerepel, 150-ben ott vannak 9-en. A jelenleg zajló ausztrál Opennek a páros döntét, ahol két ausztrál pár játsza, tehát nem mi vagyunk az esélyesek, ez biztos, ráadásul külföldön, vagy hát idegenben Ausztráliában játszunk ausztrál közönség előtt, de attól függetlenül azt várom a csapattól, hogy egy nagyon egységes, motivált, nem csak egymásért, hanem tényleg a nemzetért küzdő, fizikailag teljes mértékben felkészült csapat álljon ki. Mindenki hozza ki a tudásából a maximumot, és abban az esetben, hogyha Marci is és mindannyian tényleg 110%-ot ki tudnak hozni magukból, akkor igenis lehet esélyünk. Én azt olvastam, hogy társadalmi munkában fogod ezt a tisztséget betölteni. Miért döntöttél így? Engem a munkának a szakmai része motivált a legjobban. Nem ez volt a döntésemnek az elsődleges szempontja, hogy ez bármilyen anyagi vonzattal járjon. Szívesen kipróbálnám magam ebben a pozícióban, és szeretnék én is valamit visszaadni a teniszbe. Én is sokat kaptam tőle, 5 éves korom óta teniszezem, aktív versenyző, vagy hát profi versenyző voltam, régóta edzősködöm, úgyhogy ez egy olyan feladat, amit úgy gondolom, hogy így is elvállaltam szívesen. Attila, te nyilatkoztat, hogy azért ez is egy volt a szempontok közül, mert hogy a teniszszövetség nincs túlságosan jó anyagi helyzetben azok miatt, a dolgok miatt, amik a múltban történtek, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem az Oltán elhivatottságát megkérdőjelezve semmiképpen sem, hiszen ismerjük egymást jó ideje, és egyébként is látjuk, hogy dolgozik, de a másik oldalról az a rossz érzése van az embernek, amikor a mai világban, társadalmi munkában foglalkoztatnak valakit, hogy minthogyha a szövetség elengedte volna ezt az ausztrálok elleni fordulót, azt mondva, hogy hát most egy fordulóra megbízunk valakit, nem fizetünk, mert társadalmi munkában vállalja, akkor valójában számon sem tudjuk kérni, aztán majd, ha ez lement, akkor utána meglátjuk, hogy mi fog történni. Hát azért is döntöttünk amellett, hogy csak erre a találkozóra jelöljük ki, tehát kvázi mint megbízott kapitány az Olit, mert nem tagadom, hogy jelen pillanatban azért bizonytalan a szövetségnek a helyzete. Az anyagi helyzetről beszélünk? Az anyagi helyzetről beszélünk, hiszen most egy más, már azt gondoltuk, hogy a konszolidáció végére érünk lassan-lassan, majd másfél hónappal ezelőtt egy áfa önrevízió kimutatott több mint 700 milliós áfa tartozást, tehát azt kell először majd valahogy megoldani a szövetségnek, illetve ahogy mondtam, azért hosszú távon az lenne a koncepció, hogyha olyan kapitány tudna lenni a válogatott élén, aki a teniszszövetségnek amúgy is dolgozik a hétköznapokban, akkor nyilván ez a fizetett munkájának a része lenne. Egyébként ez nem jelenti azt nyilván, hogy ha a csapat nyer, akkor ne részesülne prémiumba az edző majd, és azt se jelenti, hogy a jövőben ez a társadalmi munka lesz a meghatározó. A Davis Kupa kapitánynak lássuk meg, hogy mit hoz a következő pár hónap, és akkor utána meglátjuk, hogy egyáltalán az év hátra lévő részében milyen Davis Kupa találkozóra kell majd készülnünk, és milyen helyzetből. Mennyire lesz más ez a munka, mint amikor egy játékost kell felkészíteni? Mert azért látjuk a Davis Kupákon, hogy egész más a hangulat, a csapatban mindenki a másikért játszik. Azt is láttuk az elmúlt időszakban, hogy elképesztő dolgokat tudtak a játékosok. Ha csak most megint Piros Zsomborig utalok vissza, és nem megyünk távolabb az időben, hogy ez valami teljesen más dolog. Gondolom, hogy edzőként is más. Így van, ez teljesen más dolog. Már csak azért is, mert ugye edzőként egyéni versenyeken az ember a lelátóról tud szurkolni, a saját maga módján segíteni a játékosán. Itt azért lehetőség van a pályán belül cseréknél, talán taktikailag, mentálisan mindenféle észrevételt megosztani a játékossal. Úgyhogy teljesen más. A következő években annál fogva, hogy nagyon sokkal tehetséges fiatal, ahogy az imént már beszéltél is róla, illetve említettünk is egyet közülük,
azért szép időszakokra számíthatunk. Ezek közül a fiatal emberek közül ketten már mondták, hogy szeretnének záros határidőn belül 100-ba kerülni. Reméljük, hogy Balázs Attila is vissza tud térni, akkor azért lehetnek itt sikerek. Igen, azt gondolom, hogy Marci és Balázs Attila mögött most egy olyan 23-24 év alatti mag kezd kialakulni, aki remélhetőleg a következő pár évben odaérhet a világ élvonalába, de már most is látjuk Piros Zsomboron, hogy milyen szintet képvisel, és gyakorlatilag bárkit képes megverni nemzetközi szinten, ahogy Torinóba mutatta. Úgyhogy hát visszatérve arra, hogy milyen nehéz az ausztrál meccs, biztos, hogy Zoli a legmélyebb vízbe kezdi, és azt gondolom, hogy egyáltalán nem azt jelzi az ő társadalmi megbízatása, hogy ezt elengedte volna a szövetség, ezt a mérkőzést, hiszen akkor az se lenne fontos, hogy mondjuk a Marci játszon, vagy a legerősebb csapat játszon, de az biztos, hogy talán ez a legnagyobb kihívás, ami, tehát ennél nehezebb sorsolás, főleg most, hogy Kirgiosz és Kokkinakis is ilyen formában lendült itt az ausztrál év elején, azt gondolom, hogy ha nyerni tudna a magyar válogatott, az biztos, hogy a magyar Davis kupa történetének a legnagyobb bravúrja lenne, de még megmerem kockáztatni, hogy nemzetközi szinten is. Hát azt az elmúlt években bizonyítottad, hogy tudsz úszni, nem lesz probléma a mélyvíz, úgy gondolom. Én nagyon sok sikert kívánok ehhez az időszakhoz, a fiatalokkal is, és természetesen Fucsovics Mártonnal is. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi is köszönöm. A kedves nézőktől búcsúzunk, most viszontlátásra.